Paradicsomos húst fogok készíteni, szerintem már több ilyen videón van fent, de olyan nincs, amire magyarul rábeszélek, úgyhogy megmutatom nektek, én mindig így készítem. Görög anyósomtól tanultam, ezen a vidéken, ahol mi élünk, ezt így készítik, és az egész család nagyon szereti, minimum egyszer egy 10 napban van egy ilyen paradicsomos hús, és különféle körettel. A legszeretettebb köret az a rizstészta, illetve rizs alakú tészta, amit belefőzök majd a megmaradt mártásába, de ma nem biztos, hogy úgy fogom készíteni, kiderül. Szépek! Megtisztítva, ezek a levágott mocsingok, ezeket egy kevés vízbe megfőzöm, és hozzáadom a kutyakajához. Messziről filmezem, töltöm a telefonom, ott olajban kisütöm a húsokat, utána átteszem ide a slow cookerbe, amiben már vannak húsdarabok, és be van kapcsolva, és olajban, mivel hogy ezek olajban oldódnak, ez kurkuma, bors, só, egy kis oregano, fahéj rudacska, babérlevél, paprika, ez nem görög jellegzetesség, ez miattam kerül az ételbe, szegfűbors és csípős paprika a kertünkből. És akkor az egész bemegy a slow cookerbe, és ott addig hagyom, elfelejtem, és majd mikor eszembe jut, akkor ránézek. Ja, még paradicsomlé is kerül rá, bocsánat, az a fő dolog. Rápakolom az ételre, felöntöm a friss paradicsomlével, éppen hogy ellepje a húst annyi lékkel, tehát víz és paradicsom paszta vagy paradicsom léki, amit akar, és amilyen sűrűre szeretné, amennyi paradicsomot szeretne, annyit, és utána annyit hagyom, ameddig megpuhul a hús. Ennyi az egész. Nagyon szeretjük. Kiegészítem, elfelejtettem mondani, hogy miután a fűszereket az olajban megfuttatom, a hagymát, a fokhagymát, felöntöm egy kis vörösborral, és utána teszem hozzá a húshoz az egészet. Gondolom, hogy a legtöbben így csináljátok. Amiben nem vagyok biztos, hogy mit kéne vele csinálni, és megkérdezném tőletek, mikor a húst főzzük, akkor ugye a hab feljön a víz tetejére, és akkor onnan könnyű leszedni. Na most, mikor így olajban megfuttatom a húst, akkor is habos lesz sokszor az olaj teteje, és igaziból azt nem olyan könnyű leszedni, és nem tudom, hogy ezzel ti valamit szoktatok csinálni, vagy ott hagyjátok. Kíváncsi vagyok. Egy briám is a sütőbe. A paradicsomos hús után készült el. És így fő a paradicsomos hús a slow cookeremben. Paradicsomos hús, majd holnap fogjuk ezt enni, mert most a briám is bent van. Megkóstolom. Jó puha lett. Időközben próbálok pihenni, nem nagyon értek hozzá, de lássuk a húsit. Most jött ki a slow cookerről, hogy mondják slow cooker magyarul, lassú kukta? Nagyon finom. Szeretném most frissen enni. De majd holnap, mert most jön a brián mindjárt ki a sütőből. Nagyon jó lett. És itt a kész brián is. És készült egy kurkuta is. Cukkinis lepény. Kis töltött zöldség is mára. Öt üveg lett, 5 kiló, csak az ötödikbe levegő ment ma. Rosszul csavartam be tegnap, érdekes, hogy nem folyt ki, amikor fejreállítottam. Úgyhogy azt beraktam a hűtőbe, és majd elfogyasztjuk ezen a héten.